Üdvözlök mindenkit! Váldé Tamás lennék a Jászlóksalon megyei önkormányzat hivatal térségi fejlesztési referense, és ma egy igen érdekes témában szeretnék irányt mutatni, melyről már szerintem sokat hallhattatok, sokat beszélnek és beszéltek róla, de talán a folyamatára még nem volt kerül rávilágításatok. Viszont előbb el kell mondanom, hogy jelen előadás a Karcagi Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézményének infrastruktúrális fejlesztése című EFOP 412 kötőjel 17 kötőjel 2017 00024-es azonosító számú pályázatából valósult meg. Mindenek előtt viszont meg kell még említenem azt, hogy megtisztelő és külön öröm a megyei önkormányzatnak, hogy számot adhat megyünk fejlődési irányáról. Kiemelten egy olyan válságos helyzetben, amikor komoly munka folyik azért az országban, a megyénkben, a járásainkban, a településeinknek, hogy a lakóink, lakosainknak a fejlődése megfelelő úton maradjon, és hogy előre lépjen. Ezen fejlődés alapjait amúgy sokszor fejlesztési ötletek adják, melyet ma divatosan projekteknek, projekteknek is szoktak hívni. Ezek összegyűjtése és ezeknek a generálása elsősorban a megyei önkormányzatnak a feladata. Megyéket, országrészeket viszont fejlesztési zónákba szokták sorolni, és elsősorban fejlettségi szintjeik szerint. Fontos az, hogy azonos fejlettségi vagy közel azonos fejlettségi szintű megyék kerüljenek egy gazdaságfejlesztési zónában. Így Jász-Nagykun-Szolnok megye 5 megyével együtt, Heves megyével, Ógrád megyével, Borsod-Abaúj-Zemplén megyével, Szabolcs-Szatmár-Bere megyével és Heves megyével együtt közösen alkotja meg az Észak-Kelet-Magyarországi gazdaságfejlesztési zónát. Fontos még az, hogy ezen megyei összefogások viszont nem állnak meg az országhatárnál, hanem kihatással vannak az országhatárain túlra, és így Szlovákia részét képező Felvidékre, Ukrajna részét képező Kárpátaljára, valamint Románia több határaink mentén található megyére, és talán még azon túl is. Ennyi felvezető és háttérkép után egy kicsit visszalépnénk történelmünkben. Nem mennénk olyan messzire, de azért közel 145 évet visszább lépnénk. 1876-ban került megalkotásra Jász-Nagykun-Szolnok megye címere. Fontos az, hogy ez a címer mit sugal, mire mutat rá. A szlájd jobb oldalán már azért látható a címer magyarázat, és ugye egyrészt történelmi örökséget is mutat, viszont környezeti elemeinkre és tájegységeinkre is rámutat, megjelenik benne a Jászság, a Nagykunság, a folyóink, a Tisza, az Agyva, a Körös, valamint ugye a Körső Szolnokra való történelmi utalás is. De mindezeken túl ugye arra is rá kell mutatkozni, hogy célunk az, és ennek a címernek is az összefogás, összetartozás próbálja erősíteni, megyénben az identitás erősítés és a hagyományok ápolásával elsődleges. Nem kell talán messzire sem mennünk, maga a nemzeti himnuszunkban is megjelenik az, hogy értünk Kunság mezején ért kalászt lengettél. Ebből is látszik, hogy az Alföld szíve, az Alföld közepelsőben mezőgazdasági jellegű megyéket tömörít magába, így megyénkre is jellemző ez, mindezen túl viszont jelentős feldolgozóipar és gépgyártással is bír a megyénk. Mégis azt kell mondani, hogy nehéz kitörnünk a környező megyéknél jobb autóipari fejlesztéseiből, gondolva itt Kecskeméten a Mercedes gyárra, valamint majd Hajdú-Bihar megyében épülő BMW gyárra. Ez azért probléma, mert sokszor a fejlesztések átlépnek megyénken, és akár ez valamilyen fokú leszakadottságot is okozhat, vagy valamilyen fokú hátránnyal is bír. Mindezen túl a megyében, mint ahogy mondtam, mezőgazdasága és azhoz kapcsolódó feldolgozóipar tekintetében, megyén belül ugye Jászberényben és Karcagon, valamint mezőtől és törőszemlikós térségen egyaránt meghatározó. Kuriózum, hogy Kisújszálláson és térségében egyedülálló az a rizstermesztés mellett
mellett a termés feldolgozása, csomagolása és értékesítése is zajlik. Azt is el kell mondani, hogy nagyon sok társas vállalkozás, elsősorban a megye északi részében, ott is inkább ugye észak-nyugati részében a jászságban található, de ezt követi a Karcz, ugye a Törösszel Miklósi majd a Tiszafüredi járás is. Fontos amúgy az, hogy egyes fejlesztéseknek mi az alapja, miből indulunk ki, hát ez elsősorban statisztikai adatok mindig, és itt szeretném bemutatni Jászmegkoszolnak megyének az alapadatait. A megyék rangsorában a 8. legnagyobb területtel rendelkezik, erős középmezőny, 5582 négyzetkilométer területtel bírunk, lakosaink száma közel 370 ezer fő, 78 településünk van, meg 9 járásba tömörül, a 78 településből egy megyéjogú város, 21 városi ranggal bíró település, 53 község, és 3 nagy község, ami szintén azt kell mondani, hogy ritkaság számba megy, nagyon kevés nagy község van már országunkban, de talán ami mindenki számára ismerős, a Karcai járásban Madaras is nagy községi státusszal bíró település. Minden fejlesztési dokumentáció az alapadatokon túl egy fő cél meghatározásával kezdődik, mely meghatározásban nagyon sok szakértőt, szakembert, települési vezetőket igyekszünk bevonni, és ennek a megfogalmazáshoz, erre a megfogalmazásra épülnek fel a többi fejlesztési dokumentumok. A mi fő célunk ugye az, hogy egy versenyképes gazdasággal és egy értékűző tájhasználattal legyünk jelen az Alföld szívőben 2030-ra. De megjelenik benne az, hogy szeretnénk a gazdaságot fejleszteni, de ez csak is a környezeti elemeink védelme mellett, tehát úgynevezett értékező tájhasználat mellett szeretnénk, minden mellett ugye megjelenik még majd a körkörös gazdálkodásnak is a fogalma, ami majd egy másik előadásban szintén elő fog jönni. Egy-egy fő cél mellett azért meg kell még állapítanunk jövőképet, valamint küldetéstudatot is. Ezek, amik irányt mutatnak a fejlesztési dokumentumokhoz, a megyei szintű küldetésben megjelenik az, hogy a megye egészére kell, hogy a fejlődés és a lépés és léptékváltás megtörténjen. Fontos, hogy a területi és a társadalmi különbségek csökkenjenek a megyén belül. Elsősorban ugye a fejlett jászság, az iparosításra váró nagykunság és a két tájegység között található településeknek a fejlesztése szintén kiemelten fontos. Valamint hasonlóan a gazdaságfejlesztési zónánál fontos az, hogy a szomszédos zónákkal összhangban fontos az, hogy a szomszédos megyékkel és térségekkel való együttműködéssel és azon célok összehangolásával történjenek meg fejlesztések. Valamint ugye fontos, hogy a társadalmi és a gazdaság három tájegységre, ami el is hangzott, valósuljon meg, és mindez egy növekvő spirálba kerüljön. Ezen célokban ugye megjelenik, hogy fontos a felzárkóztatás, az, hogy kiegyenlítődjenek ugye a fejlesztési viszonyok, de milyen fejlesztési irányok mellett tudunk elindulni. Elhangzott már, hogy a versenyképes megye, itt ugye a közlekedés, az infrastruktúrára, a gazdaságfejlesztés, az oktatásfejlesztésre, a turisztikára gondolunk. Elhangzott már az, hogy vannak projektek, de mik azok a fejlesztési irányok, amikre szeretnénk felfűzni projekteket, és a jövő szemléletét is. Fontos, hogy növekvő versenyképességgel nézzünk szembe, fejlődjünk, gyarapodjunk, elérhetőek legyünk, a gazdasági súlyunk emelkedjen, csökkenjen a belső különbség, és azok a kiemelt megyénkre jellemző értékek tovább növekedjenek, ilyen a turisztika és a mezőgazdaság, ami számunkra nagyon fontos. Fontos, hogy népesség megtartás. Fontos a társadalmi felzárkózás, itt elsősorban ugye az egészségi állapotra, az oktatásra kell gondolni. Fontos a kedvező állapotú környezet, a tájkomfort térségfejlesztés, fontos a klímavédelem, fontos a megújuló energiák használata,
Valamint az, hogy olyan településeink legyenek, ahol az emberek megtalálnak minden szolgáltatást, és átfogó településfejlesztéssel tudjuk ezt elérni. Mindezek mellett végigmennénk rajta pontosan, hogy mik a növekvő versenyképességen belüli céljaink. Sokszor fogom talán majd ismételni magam, de megpróbálunk bővebb tájékoztatást is adni erről. Tehát ugye egyrészt a gazdasági növekedési zónában lévő szerepből lévő fejlődési lehetőségeink kiemelten fontosak. Fontos a közlekedés fejlesztés, legyenek nekünk is autópályáink, javuljanak az úthálózataink, legyenek elérhetőek a települések. Minden településről, minden járási székhelyre legyen buszjárat. El tudják érni a járási székhelyeken lévő szolgáltatásokat, gondolok itt elsősorban a kormányhivatalra. Fontos a turisztikai attrakciók. Nem is gondoljunk például arra, hogy milyen magában a kacagi járásban milyen természeti táji értékeink vannak, de akár építészeti értékekről is beszélhetünk, vagy akár gondolhatunk Berekfürdőnek a termál turisztikai termál turisztikából adódó turisztikai értékeire. Fontos a Tisza-tó térségének a kínálatának a bővítése, az, hogy ne csak szezonálisak legyenek ezek a elérhető turisztikai attrakciók. Fontos az, hogy az ipari parkok, Karcagöncsmegyei ipari park fejlődjenek, minél több befektető érkezzen, a befektető generáljon munkahelyeket. Fontos számunkra az agráriumnak a fejlesztése, ugye az öntözés fejlesztés, mert a térségünk kifejezetten alkalmas. És azt is el kell mondani, hogy gondolkodunk komplex gazdaságfejlesztésben egyes járásokban. Jász-Nagykun-Szolnok megyében két járás is található, aki fejlettségi szintjét tekintve sajnos eléggé elmaradott. A jövőben az a célunk, hogy ezekben a térségekben kiemelt fejlesztési források, pénzek jussanak, és megpróbáljuk őket felzárkóztatni. A népességmattását és a társadalmi felzárkózás. Ugye itt elsősorban az oktatásra kell gondolni, az oktatás feltételei megfelelő háttérrel bírjanak, legyenek megfelelő olyan képzési rendszerek, amelyekre föl tudjuk építeni, akár legyen az alapfokú, középfokú vagy felsőfokú képzés, azokat az igényeket, amik megjelenhetnek a munkáltatók részéről. Fontos ugye a munkavállalás feltételének javítása, gondolva arra, hogy ezek a munkahelyek, valamint oktatási színhelyek elérhetőek legyenek, megközelítőek legyenek, és fontos az számunkra az utánpótlás és a verseny sport infrastruktúrális fejlesztése, lehessen hol sportolni, legyenek ehhez megfelelő háttérrel ellátott helyszínek. Fontos számunkra a kedvező állapotú környezet, itt elsősorban értünk azon, hogy olyan bel- és külterületi belvízvédelmi rendszerek alakuljanak ki, hogy ne legyenek veszélyeztetve egy nagyobb árvíz kapcsán települések. Fontos a megújuló energiák használata, gondolunk itt elsősorban napelemekre, jött esetben napkollektorok használatára. Fontos, hogy a környezeti és táji értékeink ne sérüljenek, ezeknek a terhelése csökkentése kerüljön. Sokszor ugye már manapság már biomasszával energetikai hasznosítást is tudnak elérni. Ezeknek a minél nagyobb rétegbeli használata kiemelten fontos számunkra. És fontos az, hogy olyan településeken éljenek lakosaink, lakóink, ahol nagyon sok szolgáltatást el tudnak érni. Jól érzik magukat, megfelelő minőségű ivóvízzel rendelkeznek. Ez az ivóvíz tisztítás, ez a használt ivóvíz, vagy a szennyvíz tisztításra kerül, és ezek a infrastruktúrális hátrányokkal csökkentve a települések népesség megtartó erejének növelése érhető el. Értsük konkrétan azt, hogy nem örülnek ki
nem néptelenednek el településeink, nem vonzóbb inkább városa beköltözni, hanem szívesebben laknak, élnek az emberek kisebb településeken, községekben is. Itt látható amúgy egy fejlesztési célokat magába foglaló ábrázat, a táblázat, ebben amúgy minden benne van ebbe a képbe. Megjelennek azok a céljaink, ötleteink, amik előjöttek. Millió egy kis darabnyi ötlet van. Ez mindösszesen amúgy 90 darab egyedi projektötlet bele zsugorítva, és egy óriási számot látunk, egy közel 1600 milliárd forintnyi fejlesztési lehetőséget, amiről azt kell, hogy mondjam, hogy erre ígéret van, szóban már meg is történt, hogy ez majd rendelkezésre áll a megyére, de nagyon várnánk ennek az írásos megerősítését is. Számunkra ekkor indul majd az igazán nagy munka, hogy ezeket ki tudjuk dolgozni, és meg is tudjuk valósítani. Az előadásomra én azt kértem, hogy lépjünk vissza időben 145 évet, most talán inkább csak 8 évet szeretnék kérni vissza, majd 7 évet előre. Nem is 7, az, hanem 10 konkrétan, vagy 9, de igazából arra szeretnék rávilágítani, hogy milyen környezetvédelmi és energetikai fejlesztések történtek meg az elmúlt időszakban. Ezek elsősorban ugye környezetvédelmi célzattal lettek kiválasztva, hulladékgazdálkodás, szennyvíz csatornázást érint, amiről már beszéltünk, hogy élhetőbb és vonzóbb települések valósuljanak meg, de ezeknél a vonzó és élhető településeknél viszont gondoljunk arra, hogy nagyon sok látnivaló van, mondjuk akár Karcagon, legyen mondjuk akkor egy épített értékünk az Ádor híd, vagy Beregfürdőn, ugye egy környezeti értékben Termástrand, vagy Kisújszállásnak akár egy szellemi örökség, ami magába foglalja Móricz Zsigmondot, vagy akár Csukás István, vagy Kenderesvárosnak a történelmi öröksége, ami egy korábbi kormányzóhoz köthető, vagy ha már beruházásokról beszélünk, Kunmadarasnak milyen szép lesz majd, ha megújult teljesen a református temploma, de elmehetünk egy más irányban is, azért térségünkben jelentős nagy hagyományokkal rendelkező rendezvény is van, mint például a birkafőző. Tehát mind olyan fejlesztés, ami inkább egy élhetőbb, jobb település képpen ellátó, de viszont környezeti terhelésre, alacsonyabb környezeti terhelésre már nyitottabb fejlesztéseket hoz maga után. Itt 19 darab egyedi projektötletet közel 9 milliárd forint összegben jelöltem meg. Ezeknek a kedvezményezettjei, vagy úgymond felhasználói elsősorban települési önkormányzatok, vagy inkább azoknak valamilyen fokú gazdasági társaságai. Kicsit előrehaladva, ugye beszéltünk már a fenntartható turizmus fejlesztésről, Karcag, Beregfürdő, Kisújszállás, termálvonal, termálturisztika, agrár és agrárlogisztikai fejlesztések, Karcag, Kenderes, Kunmadaras, Kisújszállás. Fontos ugye az infrastruktúrális háttér, amit beszéltünk, a szennyvíz elvezetés, tisztítás és a fejlesztése, ez érvényes Karcagra, Kunmadarasra, Beregfürdőre, hogyha a térséget nézzük, szennyvízi szapnak a kezelése szintén Beregfürdőnek, és mint ahogy mondtam, az elérhetőség, bármely települést beírhattam volna ide a járásból, tehát akár még mellé írhattam volna Kisújszállást és Karcagot is, mondjuk akár a M4-es útnak a megépítésével, de nagyon fontos az, hogy Kenderes, Kunmadarás és Beregfürdő térségében is megjelenjenek akár a úthálózatnak a fejlesztései, vagy mondjuk összekötő kerékpárutak, mint ahogy Beregfürdő és Karcag között már van. Kunmadaras és Beregfürdő között bízunk benne, hogy a jövőben megvalósul, de vannak arra irányult fejlesztések is, hogy mindez akár Kenderes és Kisújszállás között is elinduljon egy ilyen irányú fejlesztés a jövőben. Ez mind-mind olyan fejlesztés,
ami alapján ugye összeállt egy stratégiai dokumentumunk, és azt gondolom, hogy megyénk felkészült egy hosszabb időtávra szóló fejlesztésre ezzel a dokumentummal. Ahogy mondtam, ennek a pénzbeli háttere ismereteink szerint rendelkezésre áll, várjuk az ezt megerősítő döntést, és ahhoz, hogy ezek a gondolatok, ötletek, fejlesztési irányultságok megvalósuljanak, nagyon sokat kell még dolgozni. Fontos az, hogy ti is érezzétek, hogy ennek a folyamatnak, ennek a tervezésnek részesei vagytok. Mert nem csak a mi jövőnkről, hanem elsősorban inkább már a ti jövőtökről van szó benne. És én azt kérem, hogy tegyünk együtt ezért, tegyünk azért, hogy megyénk, térségünk, lakóink továbbfejlődjön, épüljön és szépüljön. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, kívánok nektek jó egészséget és sok sikert a tanulásban.